gondoltam, amíg még friss az élmény, érdemes néhány szót ejteni X-Men apokalipszisről, mert igazából szerintem egy hét is kevés lenne, hogyha végig akarnak beszélni az összes szimbolikát, ami látszik és látható a filmben, de csak egy motivumra szeretnék fókuszálni, illetve van egy aspektus az egész filmnek, amit szerintem érdemes mindenkinek figyelembe venni és megnézni a filmet úgy. Ez pedig az, hogy Apokalipszis, vagy nem tudom mi ez a karakter, hogy hívják, ez nem Sátán a filmben, ez nem az ellenséget reprezentálja, ez maga úgymond Istent reprezentálja. Jahuát, Jehovét, Jávét, teljesen mindegy. El is magyarázzák egyébként, amikor említi a nevét Elohim rá, Shin elmagyarázza ő maga, mint hogy minden filmben a főgonosz mindig a teremtő. A lényeg az, hogy úgy tekintsünk rá, mint aki gonosz, és azért jön, hogy elpusztítsa a Földet, mint ahogyan ez is következik majd be hamarosan. Ez az, amire utal az egész film X-Men Apokalipszis. Nem is titkoltan tulajdonképp elmondja, hogy eljött az ítélet ideje, és az egész Föld el fog pusztulni, és annak a poraiból felépül egy új világ. Szó szerint elmondja az embereknek, hogy mi az, ami következik. Nem azért csinálják ezt minden filmben, mert épp ez pattant ki a fejükből. Egész egyszerűen erre készítik fel az embereket. Tudják azt, hogy mi az, ami következik, hiszen ők azok, akik elsősorban előidézik ezt majd. Azok, akik figyeltek, amikor nézték ezt a filmet, szerintem megértették azt, hogy egy világméretű pusztulás következik, aminek a poraiból felépül majd egy új világ, amit mi az új világrendként ismerünk. X-Men Apokalipszis bemutatja azt, hogyan fog visszatérni a Teremtő, illetve a Messiák, a Megváltó az ő seregével, és hogyan fogja az egész világot az ítélet során felelősségre vonni azért, ahogyan éltek. Apokalipszis reprezentálja a Teremtőt, a négy segítője pedig az Apokalipszis négy lovasa, amiről a jelenések könyvében olvashatunk. Ezek azok, amiknek segítségével a világot meg fogja büntetni tulajdonképp a Teremtő. Nyilván ezt az emberiség úgy fogja érezni, ahogyan le van írva jelenések könyvében, mint éhínség, aszály, természeti katasztrófák, betegségek, illetve háborúskodás, azonban ez mind-mind annak a következménye, hogy az emberiség elhagyta azt az utat, amit a Teremtő kijelöl. Szándékosan állítják be úgy az egész narratívát a film során, hogy a Teremtő az, aki gonoszként tűnik fel, illetve az ő segítői, és azok, akik a filmben a pozitív karakterek, az tulajdonképpen maga az ellenség és az ő serege, aki harcol ezzel, és a saját erejéből legyőzi a Teremtőt a végén. X-Men, akárcsak az összes többi film az ember saját erejéből való üdvözülését, illetve győzelmét hirdeti, minden film kivétel nélkül ezt a koreográfiát követi. Az ember a saját erejéből legyőzi a Teremtőt, és úgymond uralkodóvá válik, a Föld uralkodója lesz. Ez az, amit el akarnak ültetni az ember fejébe. Azt, hogyha az emberek speciális képessége lenne, ha erősebb, ha szebb, ha ügyesebb, ha gyorsabb, ha okosabb, ha intelligensebb, akkor azzal előnyre tesz szert. Miközben az egyetlen dolog, ami számítana, az az, hogy ki melyik úton jár.
Erről azonban soha nincs egyetlen szó. Mindig arról van szó, hogy kinek milyen képessége van, ki milyen király, és hogyan tud azzal érvényesülni és győzedelmeskedni. Számtalan utalás volt arra, hogy mi is az, ami várható a közeljövőben, és hogyha figyeljük a világ eseményeit, akkor egyértelműen afelé haladunk, amit a film felvázol. Az elit, azok, akik uralják és irányítják a világot, készítik fel az embereket a harcra, arra a harcra, ami a mesiák ellen fog történni, és azok ellen az emberek ellen, akik hajlandók az úton járni. Mindenki, aki valamilyen formában lázad, akár a rendszer ellen, akár valamilyen eszme ellen, az abban már is ez a szellemiség dolgozik. És bármennyire is hihetetlen, de mindig a pozitív karakterek azok a filmben, akik a valóságban a negatív erőket képviselik. X-Men erre egy nagyszerű példa. Eljött az igazság a földre, eljött a teremtő, a mesiákon keresztül, aki ugye Apokalipszis, és az ő négy lovasa, az ő segítői, hogy igazságot szolgáltassanak a földön, hogy mindent elpusztítsanak, és újra teremtsék azt a földet. Azoknak, akik erősek, ezt mondja, ezt a szót használja Apokalipszis, hiszen aki erős, az, aki az úton jár, aki a teremtő útján halad, az az, aki erősnek számít. Ezek az emberek az a kevés, aki túlélné ezt. Ezt akadályozza meg az, aki pozitívként van feltüntetve a filmben, aki a valóságban a negatív és mind az ellenség oldalát képviseli. Nyilván a központi figura Magneto, és ő reprezentálja az átlagembert, azt, aki vívódik a két oldal között, az, aki nem tud választani, hogy melyik oldalon felé, melyik úton induljon el. És nagyszerűen látszik a film folyamán az, ahogyan küzd. Nem képes választani, hogy melyik úton haladjon. És a végén az érzelmeire hallgat, mint ahogy a legtöbb ember, és ezért nem képes a jó oldalt választani. Nem tudom, hogy feltűnt-e másnak is, de maga a Cerebro konstrukció, melynek segítségével Xavier professzor látja a mutánsokat, ez maga a fenevad rendszere, maga az úgynevezett Beast System, az a fenevad rendszer, ami minden embert képes nyomon követni a világon. Ez az, amit szeretnének. Ezért mondom, hogy a gonosz az, aki a filmben a pozitív karakter, mint Xavier vagy Magneto. Xavier a maga az ellenség, Satán. Ő az, aki képes ezzel a szerkezettel mindenkit meghatározni, mindenkinek a helyét, mindenkinek a fejébe bele tud látni. Ez az, amiért megy a küzdelem. Ez az, amit szeretne Elohim, azaz Apokalipszis, és ez az, amit szeretne Satán, azaz Xavier is, hogy kontrollálni tudja az embereket. El is mondja Apokalipszis, hogy eddig még nem volt meg a technológia arra, hogy ezt megcsinálja. Szó szerint ezt mondja, hogy nem volt meg még a technológia arra, hogy mindenkihez egyszerre szólni tudjon, és mennyire nagyszerű, hogy most megvan a technológia erre. Szóval az a kérdés, hogy ki az, aki uralja az embernek a szívét, ami egyenlő az embernek az elméjével. Azzal, ami a szívében van az embernek, ki az, aki rendelkezik, az ellenség vagy a teremtő. És szerintem, aki figyelt, észrevette azt, hogy Jane a végén, mikor legyőzik Apokalipszist, akkor egyértelműen egy főnix madárként jelenik meg, ahogyan a tűz, a robbanás a háttérben eloszlik, és ezzel reprezentálva azt, ahogyan az új világ megalakul, szerintük, az ő elképzelésük szerint megalakul majd a jelenlegi világ poraiba. Természetesen az istennő figura is benne van, és nyilván van benne egy adag feminizmus, hiszen a nő az, aki legyőzi, arról nem beszélve, hogy ugyanúgy, ahogy Mystic, vagy Jane, vagy az összes többi gyakorlatilag egyenlő szerepet vállal a férfiakkal,
illetve hát tulajdonképpen Jane az, aki legyőzi apokalipszist, ezzel utalva arra, amiben ők hisznek. Abban az istennőben, amelyet Isis reprezentál, vagy Asterot, amihez ugye a húsvét ünnepe kapcsolódik, és ez az ő gondolatmenetük. A főnix madár, ami a poraiból újjáélet. És nem győzik hangsúlyozni azt, hogy a vég közel van. Ez az, amire minden egyes film utal, minden egyes klip, az egész világ, ahogyan haladunk e felé, a végkifejlet felé. Gondoltam mutatok még néhány képet Jane-ről, magáról, természetesen itt már egyértelműen a főnix madár látható a háttérben, ugyanúgy, ahogy az összes ország zászlajában. Ezért mondom azt, hogy az országok együtt dolgoznak, hogy megvalósítsák ezt a tervet. Azt a tervet, hogy a poraiból feltámadjon a főnix madár, hogy ennek a világnak a poraiból egy új világ szülessen. Teljesen mindegy, merre nézzünk. Irán, Irak, Amerikai Egyesült Államok, Jemen, Üzbegisztán, Szudán, Ausztria, Albánia. Hogy létezik az, hogy ugyanaz a jel? Úgy, hogy mindegyik együtt dolgozik, és ugyanazt az istenséget szolgálja. Azt mondta Xavier apokalipszisnek, hogy azért győzünk, mert te egyedül vagy, míg mi többen vagyunk. Ezzel utalva arra, hogy Elohim, ugye megmondta a teremtő, hogy ő egy Elohim, egy hatalmasság, egy úgymond Isten, ez pedig az emberiség összefogását jelképezi azt, ahogyan az embereket terelik össze, hogy össze kell fogniuk egy külső erő ellen. Erről szól a meteor probléma, erről szól a pólusoknak a megváltozása, erről szól a globális felmelegedés, a klímaváltozás, a háborúskodás, a terror, a vallási szélsőségesség, minden arra ösztönzi az emberiséget, hogy végre megértse azt, hogy egyé kell váljon, össze kell, hogy fogjon. Ezt akarja az ellenség maga. És őt reprezentálja az X-Men csapat. Ha már a Phoenix szimbólumról van szó, akkor ennek egy nagyszerű példáját láthatjuk ezen a képen. Ugyanúgy, ahogy Apokalipszisnek a fején szintén. Egy másik érdekessége ennek az, hogy az, ami furcsa és inkább bizarr, vagy pedig ilyen aberrált, mint különleges képességek, vagy külső megjelenés, ez királyként van fel, úgy értve királyként, hogy jóként van feltüntetve, coolként van feltüntetve a filmben. Nem csak ebben, hanem rengeteg másik filmben. Nem csak arra készítenek fel, hogy képesek már ilyen embereket kreálni, ugye a genetikai manipuláció segítségével, hanem arra is, hogy merjen az ember ilyen lenni, ilyen bizarr karakter, aki teljesen el van fordulva attól, ami normális. Bármi, ami normális, az inkább már közönséges a filmben. Nem csak ebben, úgy általában is. Az, aki normális, aki nem ilyen bizarr, vagy szuperképességű, vagy valamilyen különleges haja van, vagy sminkje, vagy akármi a világban, az már nem is számít igazából embernek tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy másik dolog, amivel manipulálják az embereket, hogy az, ami bizarr és furcsa, különleges, az, amire vágyakozik az ember. És nagyszerűen manipulálják mindvégig az embert az egész filmen keresztül, hogy az ember szinte akarja a folyamatosan azt, hogy ő is ilyen legyen, hogy különleges legyen, hogy valaki felfigyeljen rá, hogy ő is hős lehessen. Elfelejtve azt, hogy a teremtő számára ez mind-mind semmi, ez mind-mind balgaság, ami itt zajlik. Nem csak a filmben, ami a valóságban is. Ő egy dolgot kért, engedelmességet. Ez az, amit őt örömmel tölti el. Nem az, hogy valakinek kék haja van, vagy zöld haja van, vagy ilyen, vagy olyan erős, vagy olyan intelligens. Emellett nehéz elmenni még egy dolog, ez pedig az, hogy a nőket szexuális tárgyként tüntetik fel. Én értem azt, hogy ez egy
Nagyon régi probléma azonban semmit sem változott. Mindig bármilyen szerepben is tűnik fel a nő, a nőnek az elsődleges karaktere mindig az, hogy ő úgymond szexi, szexuálisan vonzó. Ha valaki megmagyarázza, hogy mi az értelme annak, hogy Psylocke fürdőruhában rohangál a film során, akkor az ember a talpán, de igazából az égvilágon semmi. Ugyanez Ravenről, ugye, amikor Raven karakterében van, vagy Mystic, Storm, vagy Jane a sajtótájékoztatón Beijingben. Az X-nek több jelentése is van, nyilván két egymásra fordított háromszög, melynek hiányzik a csúcspontja, illetve a csúcsa. Ez egyébként azonos a jól ismert hatágú csillaggal, ami két egymásba fordított háromszög, az egyik, amelyik felfelé áll a csúcsa, ez a férfi jelképe, míg a lefelé álló a női jelképe, női nemnek a jelképe nyilvánvaló okok miatt, és a kettő egyesülése maga a szexuális aktus jelképezi, ezt reprezentálja az X, ugyanúgy, mint ahogy a hatágú csillag. Akárcsak a jól ismert szabadkőműves körző és szögmérő a hat sarkpontjával. Tetején pedig a mindent látó szem, illetve a közepén szintén. Nézzétek el azt, hogy nem sikerült ennél részletesebben belemenni, igazából nem szerettem volna ezzel foglalkozni, de annyira egyértelmű volt az üzenete a filmnek, és annyi szimbólum szerepelt benne, hogy valahogy meg akartam osztani. Nagyon sokat lehetne beszélni az egész filmről, akár a csúcsdíszről, a piramis csúcsdíszéről, melyet építenek apokalipszisnek, ugye amire rásüt a nap, ugye ők azok, akik a nap istent imádják, ezzel a napsugara megvilágítja és abból nyeri az erőt ahhoz, hogy áttranszformálja a tudatát az egyik testből a másikra. Mellesleg ugyanúgy feltűnik itt a hatágú csillag ezen a piramison is, akárcsak a szögmérő. Ugyanazok a szimbólumok mindenhol, de ezen is nagyszerűen látszik szintén a hatágú csillag, illetve maga a piramis a hiányzó csúcskővel, ami természetesen maga Satán az, aki ő a fény, ő az, aki életet ad, ő az, akit őt imádnak, és még a napsugarak is látszanak. Bár ez csak egy grafika, de szerintem ez is nagyszerűen szemlélteti azt, ami a filmben történik. Nem tudom, hogy elcsípte valaki az elején, hogy pörögnek az események, és haladunk abban az alagútban, akkor feltűnik egy egyiptomi mindent látó szem. Nyilván ez igazából nem nagy dolog ebben a filmben, de érdekesnek találtam, hogy csak elsuhan, és gondoltam, megosztom, hát ha valaki nem látta, vagy esetleg látta. Ez egy újabb film, melyben elpusztul a világ, és szerintem nem véletlen az, nyilván nem véletlen az, hogy rengeteg ilyen film készül. Próbálják az emberek figyelmét felhívni erre, hogy mi az, ami következik, és mi is az, ami történni fog a közeljövőben. Nem csak, hogy felkészíteni az embereket, hanem mindenkinek a tudatában elültetni ezt a gondolatot, hogy ez jön, ez az, ami következik, és ennek láthatjuk előzményeit és a különböző előjeleit, azokat az eseményeket, melyek a világban történnek. Azonban a legfontosabb, amit X-Men apokalipszisből megtudhatunk, az az, hogy pontosan tudják azt, hogy a megváltó visszatérése közeleg, és ezt próbálják megakadályozni foggal, körömmel és legfőbbképp erővel. Ez az, amiért a fegyverkezés történik, ez az, amiért a meteor dolgokról beszélnek, tudják, hogy ez az időpont rohamosan közeleg, és fel akarnak készülni arra, hogy ők fizikálisan megállítsák ezt. Ez az, amiről szól az X-Men apokalipszis. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!